iskolaszandási 82% villamos megállóban, az akkor ott jelenlévő intézkedő járőrök a szolgálati gépjárművel észlelték, hogy két személy a földön feltve lépózott, verekedett, dolgozott. Ezt követően a két személyt intézkedés alá mondták, akik cselekményeket felszólításra sem hagyták abba. Ezt követően az eljárás állóan személyekkel szemben testi kényszert alkalmaztak az intézkedő járőrök, majd további intézkedés megtétele véget, a Miskolc rendőrkapitányság fogdájára előállították. Az ismertetett cselekmény alkalmas lett az 1999-i 69 törvény, 142 paragrafus egybekezdés átpontjában működés a szerint művésülő rendzavarás szabálysért is megvalósítására. Köszönöm szépen! Tessenek felállni, megértették-e a fejlődést?